Igazából egy ilyen szeretetteljes ellazulással figyeltem, tehát ha hiba is volt, én biztos, hogy nem vettem észre, mert elfogult vagyok. Mindenki örült, hogy sokan vagyunk, együtt vannak, hogy ilyen vitézek vannak közöttünk. Véleményem szerint a világon az egyik legnagyobb hadvezér volt Huszár Péter. Ha kicsit bátrabban gondolkodunk, akkor a jelen és a jövő határán áll az a kapu, amit ma felavattunk. Jó levegő, a csend számunkra többet jelent, mint a pénz. És ettől vagyunk boldogok. Nagyszékei lakósok igazából, meg az önkormányzatnál dolgozó emberek, tehát maximálisan ők erejüket beleadták, hogy létrehozzuk ezt a szép napot. Az önkormányzatnál halászlét főztünk, vadpörköltet, azon kívül 7 vállalkozó szellemű helyi lakós főzött nekünk nagyon finom ételeket. A rendkívüli dolgokat rendkívüli emberek hozzák létre, ami azt jelenti, hogy kell egy kis őrültség. Tehát, hogy biztos, hogy a legtöbb impulzus, úgy mondanám, mind a létrehozáshoz, mind a gondolati megvalósításhoz olyan emberektől szedődött össze, akik a normalitástól így vagy úgy, de eltérnek. Ez a Huszár Péter valamikor a 1580-as években többször visszafoglalta a püspök székhelyt, mert valamikor nagy székhelynek az volt a neve, és az ő emlékezetére, ugyanis most már a történelemben azért egyre jobban megemlékeznek róla. Minden bajvigást megnyert az életében, és gyerekkorától kezdve egész a haláláig, ami szintén nem akármilyen volt, rengeteg olyan csatát nyert, illetve döntő csatákba vett részt, amit még a nagy török bégek, basák is elismertek. Hú, ez a fegsőben megtaszítja az agát. A kérdés oldalán fogja. Akkor tudták, ismerték Magyarországon a nevét, és hogy méltó lenne, hogy ismét megismerhessük, és ismét visszanyúljunk, és foglalkozzunk vele. Mert jó példa lehet a mai ifjúságnak, a mai ma emberének.
akár a hétköznapokat is egy kicsit földobhatja, akár egy-egy ünnepi alkalomnak adhat helyet vagy méltó környezetet. Egy bármilyen szimbólum, jelen esetben egy ilyen köztéri kapu, amit ma felállítottunk, illetve atya felszentelt. Szemben a kopjafákkal, amelyeket főleg a rendszerváltás óta óriási számban állítottak ilyen emlékhely céljából szerte az országban, illetve a Kárpát-medencében, a kapu sokkal inkább életszimbólum. Én nagyon örülnék, hogyha ennek kialakulna egy hagyománya, hogy Huszár Péterről megemlékezzünk, de én nyitott vagyok arra is, hogy egy-egy falunapon bizonyos más történelmi időszakokba is utazást tegyünk. Most, ha elültesz egy kis palántát, és mondjuk nem locsolod meg két héten keresztül, és csak süti a nap, akkor utólag elmondhatod, hogy hát ez bizony nem volt életre való. De ha szeretettel gondozod, locsolgatod újból, és nem bátortalanít el, hogy az első három napban elveszíti néhány levelét, és egy kicsit elkokad, akkor gyümölcsöt fog hozni. És igen, hogyha folytatva van, és energia van, és szeretet van abban neki, akkor ez minden évben növekvő erővel vissza tudja adni azt a szeretetet, amit az őseinken keresztül mi magunk áramoltatunk.